Jókai Anna a Nemzet művészet címmel kitüntetett kétszeres kosudíjas író és költő volt az első vendége az Örvidékház által életre hívott szombathelyi polgári esték rendezvénysorozatnak. A vendéget Hende Csaba honvédelmi miniszter országgyűlési képviselő kérdezte a pódiumon, aki ezúttal civilben beszélgető partnerként volt jelen az eseményen. Jókai Anna a közel két órás rendezvényen többek között olyan nagy sorskérdésekről szólt, mint a haza, a nemzet és a globalizáció, de beszélt az emberi érzé és a vallásról is.